Szombattól újra bevezeti az egészségügyi veszélyhelyzetnek nevezett rendkívüli jogrendet Franciaország, jelentette be Emmanuel Macron francia elnök. Ezzel párhuzamosan éjszakai kijárási korlátozást vezetnek be este 9 és reggel 6 között Párizsban és környékén, valamint 8 nagyvárosban. Grenoble-ban, Lille-ben, Lyon-ban, Saint-Étienne-ben, Marseille-ben, Aix-en-Provence-ban és Montpellier-ben. A korlátozás nem jelent teljes tilalmat. A lakhely elhagyásának indokát a tavasszal alkalmazott önbevallásos módszerrel igazolni kell. Az egészségügyi veszélyhelyzet konkrét intézkedésekkel nem jár, de többletjogosítványokkal ruházza fel a kormányt a járványhelyzet kezelése érdekében. A párizsi bárokat már több mint egy hete bezárták. A mostani bejelentésben érintett városokban a színházaknak, koncerttermeknek, éttermeknek és szórakozóhelyeknek is be kell zárnia este 9-kor. Franciaországban újra rohamosan terjed a járvány. Naponta több mint 20 ezer új esetet regisztrálnak. 1633 beteg van lélegeztetőgépen, és 24 óra alatt több mint 100-an haltak meg a COVID-19 betegséggel összefüggésben. A korlátozásokat egyelőre egy hónapra vezetheti be a kormány, de Macron azt szeretné, ha a francia parlament azokat december 1-jéig meghosszabbítaná.